sokan válogatták a csemege kukoricát ennél az árusnál a szekszárdi piacon. Nem csak ezért jöttek ide a vevők, itt a dinnye is akciós volt, 220 forintért lehetett venni a görög fajtájából, míg a legtöbb árusnál még mindig 300 forint körül van kilója. Van olyan zöldség és gyümölcs, aminek az ára között még ennél is nagyobb eltérés van, attól függően, hogy hol veszi meg az ember. Fehérrépát például találtunk 400 forintért és 1800-ért is. Mégis hiába lehet kapni olcsóbb és drágább zöldséget is, abban minden vevő egyetért, hogy a szezonális termékek árai hatalmasat nőttek egy év alatt. Gyönyörű áru van, de drága. Minden drága. Szépek. Na, hogy lehet, mi az, ami a legnagyobb a drágot, mondjuk tavaly? Hát, minden a burgonya, a hagyma, a fokhagyma, paprika mondjuk már elég jó. Minden a világon, azt kell mondjam. És valóban minden drágább lett a piacokon. A burgonya, a paprika és a paradicsom, valamint a gyümölcsök is több mint ötödével kerülnek többe, mint tavaly nyáron. Minden drága, nekünk főleg. Nyugdíjas vagyok én például, nekem drága minden. A drasztikus áremelkedést az eladók sem tagadják. Azt mondják, az idei év kifejezetten kedvezőtlen időjárása áll a háttérben. Nagyon rossz az időjárás. Úgyhogy most is a szárazság. Ha meg esik, akkor annyi esik, utána meg. Úgyhogy nagyon nem jó. A legnagyobb mértékben egyébként a gyökérzöldségek és a hagymafélék drágultak. Ezek most nagyjából másfélszer annyiba kerülnek, mint egy évvel ezelőtt.